Ezek a felvételek a Garai János amatőr kosárlabda diákolimpia pécsi döntőjén, ezek pedig már a profik döntőjén készültek Kecskeméten a kosárlabda országos diákolimpián. A szekszedi Garai János gimnázium leány kosárlabda csapata a diákolimpia döntőjében mindenkit maga mögé utasítva megszerezte az aranyérmet. A csapat részét képezte Rences Rebeka, a Garai János gimnázium 11. osztályos tanulója is. Rebeka az atomerőmű KSC színeiben versenyzik, és nem csak hazai sportversenyeken ért el kimagasló eredményeket, hanem nemzetközin is. A kadett csapattal az előző szezonban bajnoki aranyérmet szerzett, az U16-os válogatottal pedig ezüstérmet nyert tavaly nyáron a bakui Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Ekközben Rebeka tanulmányait sem hanyagolta el, az előző tanévben is kitűnő bizonyítványt vihetett haza. Ezzel a teljesítménnyel pedig kivívta, hogy Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2019 címben részesülhessen. Rebeka azt mondja, kezd körvonalozódni, hogy milyen irányba szeretne tovább tanulni. Teljesen még 100%-osan nem döntöttem el, de így kialakult egy kép, mi szerint a matek és az idegen nyelvek, amik így jobban érdekelnek, és ez irányba szeretnék, például pénzügy, menedzselés, ilyesmi szakirányt szeretnék választani, vagy a budapesti Corvinus Egyetemen, vagy még egy régi álmom, hogy Amerikába folytathassam a tanulmányaimat. Ott is ilyen pénzügyi vonalon? Igen, mindenképpen, és ott párhuzamosan tudnék magas színvonalon tanulni, és magas színvonalon kosárlabdázni. Igen, a kosárlabda lett volna a következő kérdésem, hogy azzal mi lesz? Hát nagyon szeretném mindkettőt magas szinten űzni, nem szeretnék, hogy csak egyikre fókuszálok, ameddig tudok mindkettőre fókuszálni és a maximalizmus nyújtani, addig szeretném mindkettőt folytatni. Több kiemelkedő teljesítményt nyújtó garai és diák kapott elismerést és vehetett át Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2019 címet. Nagyon örültem neki, és meglepődtem igazából, mert nem számítottam rá. Miért nem számítottál rá? Hát úgy gondoltam, hogy talán nem volt teljesen kitűnő az eredményem a tavaly éppen, de mégis sikerült megszereznem. Vajon mivel szerezted meg? Hát a tavaly diákolimpián harmadik helyezést értünk el kosárlabdában, és ezzel szerintem tovább tanulásra készülünk mindannyian, és a kosárlabdával is szeretnénk továbbra is haladni. Bár idén nem jött össze a diákolimpia, mert sajnos elmaradt, de majd jövőre. Idén sikerült kitűnő lennem, de tavaly még a természettudományos tantárgyak voltak azok, amikből 4-es lettem. Csirzó Zoltán a diákokat felkészítő testnevelő tanár azt mondja, nagyon büszke a diákjaira, akik rengeteg munkával és kitartással érték el, hogy mind a sportban, mind a tanulásban kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak. A tanulásban is nagyon sokat dolgoztak azért, hogy kitűnők legyenek, illetve hát a sportban az igazoltak azok heti több órában, az amatőr csapat pedig heti két alkalommal tudott edzeni, és hát azt gondolom, hogy mindenki megtett mindent azért, hogy az év végén jó eredményeket tudjon produkálni. Az igazoltak a KSC keretein belül készültek, és úgy vittük el őket az országos döntőre, ahol az idei évben már nyertek is, tavaly még csak harmadik voltak, idén már tudtak nyerni, és nagyon büszkék vagyunk, még tovább tudták öregbíteni az iskola hírnevét, és hát az amatőr csapat pedig a tavalyi évben második helyezést ért el, és hát ott is a KSC-ből jöttek a gyerekek, csak már több éve abba hagyták, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy iskolai szinten is el tudunk most már érni olyan eredményeket, amire nem csak mi, hanem a gyerekeket is tudjuk arra ösztönözni, hogy érdemes sportolni a jó tanulás mellett is. Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2019 címet olyan diákok kaphatják meg, akik korcsoporttól függően a 2018-2019-es tanévben 4,8-as, 4,7-es átlagot értek el. Emellett sportáguk országos bajnokságán, diákolimpiáján vagy nemzetközi versenyén a legjobb 6-ban végeztek. A Garai János gimnázium 6 diákja érdemelte ki ezt az elismerést.